Palika, hogyha tudnánk, akkor majd mindjárt odaér az Oli, azt trappolunk. Finom, a szép, hosszú száron húzni nem húz. Mehet, Zoli. Indulhatsz. Úgy. Jó, csak úgy nem akarja hirtelen, nem baj az. Gyere nyugodtan ide be vele körbe. Nem. De jobb a béke. Minden finoman. Tehát nincs baj, csak érzékeny hirtelen mindenre. De mondom, szembe jöttek, nem Pali, ott a Tóbin is, akkor se csinált semmit. Hogy nyugodtan azért játszogass a szájával, vagy kontakt azért meglegyen. Mert nyugodtan azt lehet, elkaporni se akarjuk. Így van. Jó van, bébike, ez az. Jó van, nagy lány. Semmi, hál' Istennek, tökéletesen trappol. Hál' Istennek nem érezni semmit. Jó van, banyuska. Jó van. Palika, megyünk még kettőt, és megfordulunk ott, megyünk másik kézre. Jó van, Cilluka, ez az. Szerintem az van, ha megriccem valamitől, hogy ne nyúljunk a szájához, hopp, és akkor megy tovább. Mert tudod, ha megriccen, akkor belefogtak, és az nem tetszett neki talán. Akkor hagyni egy kicsit, azt elindul. De idáig mondom, a Katával se volt baj. Mondanám, de én inkább fölkészítem a lovast a rosszabbra, mint hogy ne mondjak olyat, ami esetleg. Igen. Becsülöm az Olit azért, hogy fölült, mert ugye nem egy egyszerű eset, tehát egy másodperc alatt történhet nála valami hirtelen, úgyhogy köszönöm az Olinak. Jó, csak mondom, van ez a hirtelen, így gondol egyet, és akkor olyan így bepánikol egy picit, de aranyos, már úgy csak jobb a béke. Na, azért mondom el 20-szor inkább, mint hogy inkább egy picit rosszabbat mondtam, mint... Persze, hogy nem. Föl is csapjuk a Sampira erre is, hagyd menjen. Játszol a szájával, Zoli? Kontaktus van? Jó, csak azért kontaktus legyen. Igen, mert sok-sok ügyet eldobja a szárat, hogy nem, csikóna is. Az kell, hogy kontaktus. Mindig egy picit csiklandozza a szájszegletét, kicsit érezze, ugye a lónak a szája az ötödik lába. Nem előadást tartok csak. Hát azt a izét találta ki, majd mondom, dehogy is, semmi olyan nincs, dehogy is. Ja, ugyan már, semmi. Palika, még négyet trappolunk. Meg az Olinak is elég. Sokat játszogass vele, kontakt, azaz. Tudom, hogy csinálod, csak hogy beszéljek is valamit itt. Jó, tehát Nájtika és Messina. Messina, azt hiszem. Csak ő magának, ha kitalál egy izét, a kezed úgy nem úgy mondod, akkor már így be akar valamit. Jó, hát meg Jane család, tudod. De szép kanca! Hát killódtak vele, azt hozzá kell tennem, hogy le a kalappal itt a mögöttem levőknek, mert tényleg killódtak sokat vele.
Az biztos. Én tudom, itt voltam naponta. Nem lehetett megfogni, ilyen kis madzagló volt neki. Szóval, na. Még le a kalappa, még ezt elérték. Hogy legalább már itt tartunk vele. Melyik ló volt? Ja, meg Jane, igen, igen. Azt milyen birka lett, amatőr kedvence lett. A lányaim trappoltak vele az udvarba. Igen, hogy beállt szépen, a McJane-ről beszélünk, ez a család testvére, megpúszi. Anyja se volt, volt kinn a hidi közérbe is. Tony vezette vissza aszfalton, nyerekbe, versenygyerekbe. Palika, megfordulunk megint a kastélynál, pár kör csétálunk. Finom szája van, nagyon, nem? Tehát az is lehet, hogy az is érzékeny. Ja. De oda nyúlsz a nyakához, egy kicsit gyorsabb, már úgy megriccel az egész. Utána meg eszi a fejedről az almát, a szádból kiveszi a répát. Simizdőt? Jó van, kicsim, jó van, nem? Igen, igen. Jó. De úgy paskod meg őt ott a nyakát. Azaz, úgy, ez az, a hangokra is figyeljen. Nagyon jó gyerekek, tökéletes. Na ennyi volt, Zolikám. De nagy segítség van, dicsértelek is a videóban, ne aggódj. Részegen, kocsival?